Szél Bernát, az LMP társelnökekhez egy csalkam jó reggelt kívánok, a következő vendégünk. Olyannyira, hogy ugye ilyenkor milyen gyors váltásban követik egymást a politikusok, de figyeltem, hogy figyelt. Így van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Van nagyon valami? Figyelünk, részen vagyunk. Hát legalább nem a sajtóból kell hallani ilyenkor a kormánypárti politikusoknak a véleményét, hanem így testközelből is szinte már. Hát van valami, amivel kapcsolatban reagálna, esetleg Kósa Lajos kijelentéssel? Itt volt például az utolsó mondata, hogy persze, hogy elmentek az MSZP által összehívott ötpárti egyeztetésre, az LMP is, hogyha ilyet szervezne, rendezne, akkor annak is eleget tennének. Hát olyannyira, hogy még a házbizottságot is fél órával odébb tették, hogy odaérjenek, azért ilyen kevés van? Egyébként, hogyha elhívnák a Fidesz-KDNP-t, akkor milyen területen szeretnének velük egyeztetni? Nézze, nekem itt konkrétan ezzel a kampánytevékenységgel kapcsolatos törvényen kapcsolatban az az álláspontom, hogy itt a Fidesz teljesen cinkelt politikai térben játszik. Cinkelt. Így van, így van. Tehát trükköznek ő keményen, teljesen jól fogalmazott Ákos, Hatházi Ákos akkor, amikor azt mondta, hogy az anyja nem ismert volna rá a módosító javaslatainkra, amikor beadtuk, és a Tabon ugye ez a bizonyos szuperbizottságon, ami utoljára ülés, ezért mielőtt plenárisra kerülhet egy törvényjavaslat, akkor a Fidesz önmagából kifordította őket, és utána a Kósa Lajos frakcióvezető úr azzal házalta teli a médiát, hogy az LMP a saját javaslatait sem szavazza meg, hát persze, hogy nem így van, tehát arról van szó, hogy mi beadtunk egy antikorrupciós javaslatot, ők addig mahináltak vele, amíg az egy alaptörvényellenes javaslat nem lett. Utána én azt gondolom, hogy nem volt elvárható tőlünk, hogy ezt megszavazzuk, és az egész ellenzék nem szavazta meg, és én ezzel az egész üggyel kapcsolatban tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon fontos lenne az ellenzéki egységet fönntartani, különben nagyon rosszul fogunk járni ezzel a történettel. Senkinek ne legyen illúziója, a Fidesz nem azon dolgozik itt, hogy a kampányok tisztában menjenek, vagy akár a különböző... Az a 4 év, amivel odáig eljutunk, hogy kampányoljunk tisztában menjen, a politikai reklámok vonatkozásában. Itt arról van szó, hogy a plakát piacon neki nincsen erőfölénye, és ezért ezt most fel akarja számolni. Hadd tegyek fel egy álnaív kérdést, azonáltal említett ellenzéki egység, akkor sem marad meg, hogyha, vagy maradna meg, hogyha az MSZP ez esetben, hát ugye megszavazná ezt a jelenlegi plakát törvényt? Szerintem nagyon komoly hibát követel az MSZP, hogyha ezt így fenntartja és megszavazza. Ez nem jó, ez a javaslat. Itt ugye ebben arról van szó, hogy a kampányidőszakon kívül, ami egy kb. 80 nap, teljesen megszüntetik a politikai célú plakátokat. Bár hogyha jól emlékszem, bele van írva az, hogy közpénzből nem mehet, de mondjuk magánpénzből mehet. Mondjuk ezt nem tudom, hogy gondolják egész pontosan, hogy kifizetni miből. A másik, ami nagyon komoly hiba, hogy a kormánypropaganda viszont bennmaradt. Tehát attól még, hogy kültéren, tehát nem tudom, a buszok oldalán, vagy pedig plakátokon nem látni kormánypropagandát, attól még a közmédiától elkezdve az egész lakánymédiában mehetne ez a történet, sőt, én megnéztem ezt olyan szemmel, hogy akár egy nemzeti konzultációt is meg tudnának csinálni. Hogy? Hát ugye a kormánynak régi trükkje az, hogy nem azt mondja, hogy ő politikai reklámot csinál, hanem ismeretterjesztést csinál, társadalmi célú reklámot csinál. Célú. Így van. Igen. Mint ahogy a CÖF is azt mondta a bohócos plakátjára egyébként, hogy ismeretterjesztés. Szóval lehet variálni ezekkel a fogalmakkal, és én nem, tehát ami itt a lényeg szerintem az egész történetben, az nem a plakát, az csak azért beszélünk itt a plakátról, mert a Fidesznek ezzel van problémája, de a Simicska Lajos, nem tudom, művelődési házakat vásárolt volna az elmúlt években, akkor szerintem a fórumozást üldöznék. Ami a rákfenéje az egész politikának, az pontosan a kormánypropagandának az iszonyatos rendszere, ami kialakult. Gyakorlatilag egy kvázi tökéletes rendszert hozott létre a Fidesz a kormánypropagandára. Ezzel kellene foglalkoznunk, nem a plakátokkal. Még egy kérdés ide kapcsolódóan, aztán ugorjunk, vagy menjünk tovább. Azt mondja itt az interjú közben, hogy az MSZP nagyon nagy hibát követel akkor, hogyha megszavazza ezt a törvényt. Miért is? Hát még egyszer mondom, úgy néz neki a történet, hogy 4 éven keresztül egy darab plakátot nem látnánk, viszont a kormánypropaganda az menne tovább. Na jó, de gondolja, hogy az MSZP nem ugyanazokat a szavakat látja, és nem úgy értelmez mondjuk, mint az LMP? Hát nézze, itt van előttem, ez egy kodifikált javaslat, ebből nem lehet mást kiolvasni, mint amit elmondtam. Na jó, de akkor magyarázza meg nekem, Szél Bernadett, vagy bárki, de most éppen ugye ön ül itt velem szembe, hogy mégis ha az MSZP ezt megszavazza, akkor mi lehet a háttérben? Nem tudom, hogy mi van a háttérben. Mit vélelmez? Nem szeretnék vélelmezni. Van még, azt mondja, KED van, tehát KED, szerda, csütörtök, 4 napunk van, hogy eljussunk a parlamenti vitáig. Addig lesz egy darab tabülés, ez a bizonyos bizottsági ülés feltétlenül csütörtökön. Kósa Lajos, ha jól értettem, még azt mondta, hogy többkörös egyeztetés várható, tehát még valamilyen egyeztetés is lesz.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek figyelembe kell venni az ellenzéki oldalon, hogy a Fidesznek nem az a célja, hogy az adófizetőknek a pénzét óvja, nem az a célja, hogy a tisztább helyzetet teremtsen, hanem ők be akarják zúzni a plakátpiacot a politikai reklámok vonatkozásában. Nekünk ellenzéki oldalon az kellene, hogy a célunk legyen, hogy kormánypropaganda ne működjön ilyen mértékben Magyarországon, sőt semmilyen mértékben sem. Az NMP-nek van egy javaslata, számtalanszor benyújtottuk. Azt kellene elővenni, azt kellene megvalósítani ebben az országban. Minden más, amiről most itt szó van, az pillanatnyilag nagyon könnyen tud olyan helyzetet eredményezni, hogy a kormánypártól fognak röhögni a markukban, és én ezt szeretném elkerülni. Hát egyébként szerintem valószínűleg azért nagyon sokan azt gondolják ám, hogy nem kormánypropagandának gondolják ezeket az üzeneteket, amivel találkoznak, hanem olyan programok megismertetéséről tájékoztatják az embereket, amik vannak, amik léteznek, jól működnek az országban. Állítsuk meg Brüsszelt. És ez pont nem jutott az eszembe, pedig volt egy pár ilyen plakát. De nem egy, hanem az, öt egymás mellett, ahogy Magyarország, jöttem. Arra gondoltam, hogy Magyarország ugye jobban teljesít, meg ugye volt ezzel kapcsolatban is. Menjünk tovább, mert... Erre is tudnék mit mondani egyébként, mert hogy... Jó, hát akkor mondom, mert hogy azért itt nekünk van egy olyan javaslatunk, amit ha megvalósítanánk, ez nem így működne, mert csak nagyon konkrét programokat lehetne bemutatni, hogyha valóban az adófizetőnek vagy a fogyasztónak, azért mondom így, mert hogy ez vonatkozna az állami cégekre is, konkrét gyakorlati információra van szüksége ahhoz, hogy tudjon cselekedni. És nem csinálnak egy ilyen módosítást, vagy egy javaslatot? Hát mi próbáltunk, csak abból lett az, amire azt mondtuk, hogy az édesanyja nem ismerné fel azt a javaslatot, tehát mi sem ismertük fel, és hát azt tudom mondani, hogy ha valami antikorrupciós, attól még nem kell, hogy alaptörvényellenes legyen, sőt. Igen. Ügynöktörvény. Beszéltünk az ügynöktörvény? Ugye azt nyilatkozták, hogy a kormánypártok 7 éve mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák az ügynökmúlt feltárását. Ez most tényleg így van. Hát én az elmúlt hónapokban, amióta csak itt dolgozom, szerintem már 2-3 alkalommal beszéltünk itt a Startban olyan témákról, ami éppen az ügynök múlt feltárását segíti, vagy segítheti elő a későbbiekben. Nagyon egyszerű lenne a kormánypártok feladata. Van egyébként több olyan javaslat a parlamentben, amit benyújtott. Túl így ellenzéki oldalról, de hát hadd reklámozzam a sajátunkat, ami nem csak, hogy az ügynökmúltat tudná megnyugtatóan föltárni, hanem mellett a lusztrációt is megvalósítaná, ami nagyon fontos lenne, hogy most ne legyenek azok pozícióban, akik az előző rendszert kiszolgálták. A legrosszabb a mostani mismásolós helyzet, nem tudjuk, hogy kit mivel zsarolnak vagy tartanak sakban. Tiszta vizet kellene önteni a pohárban. Hogyan? Hát például ugye az elmúlt 27 évben azért különböző ilyen illegálisan kint levő aktákból lehetett azt megtudni, hogy valakinek ugye ügynökmúltja van, és ezek a vélelmezések, ezek egyszerűen fertőzik a mindennapokat. Sejtjük, halljuk, hajlani véljük, a városban mondják valakiről, hogy milyen dolgokat csinált. A lényeg az, hogy nem ilyen szóbeszéden vagy vélelmezéseken kellene, hogy alapuljon a helyzet, hanem tényekkel kellene dolgoznunk. Ahogy szoktuk mondani, és szerintem ez egy nagyon fontos mondás, hogy nem lehet egy demokráciát a diktatúrának a titkaira építeni, ki kell tenni az asztalra azt, ami az elmúlt évtizedekben volt, és azokat a személyeket legalább szimbolikusan meg kell tudunk ítélni, akik részt vettek annak a működtetésében. Van egy úgynevezett gyermekélelmezési program, amit még ugye uniós forrásból kellett volna elindítani, de ha jól figyeltem, akkor egyébként ez már elindult, de az LMP pedig felszólította a kormányt, hogy ennek most már gyorsan tegyenek eleget, és hogy ne nagyon lovagoljanak ugye ezen az ügyen, nem tudom én, feleslegesen kommunikációban minden nem esetre volt ezzel ez volt. Kapcsolatban hát problémájuk, hogy Cibere Károly olyan élelmiszereket osztott ki, ugye, jól figyeltem? Mondom akkor, hogy mi volt, mert hogy ezt gyakorlatilag 2015-ben ígérte a kormány, és ez egy EU-s csomag. Ezt most választások előtt adják, úgyhogy a kormány ajándéka. Már hogy az van ráírva, arra az élelmiszercsomagban, tehát a kormány adja át. Hát nézze, azért szeretném, tehát egyrészt késnek, ha már késnek a dologgal, akkor legyen böcsülete, hogy a Brüsszelt állítsuk meg, hát ha egy ilyen kampány megy, akkor én értem, hogy nekik ciki ráírni, hogy ez Brüsszelből jön, de hát azért bocsánat, tehát olyan, mintha látunk egy autópályaszakaszt, vagy bármilyen kórházfejlesztést, most is oda érünk, hogy kormányunk ajándéka. Igen. Hát de ő ott nem úgy működik, hanem ott ugye feltüntetik ilyenkor, hogy uniós forrás. Mert hogy ez a rendje a dolgoknak, tehát ez csak arra mondtam, hogy ez pont olyan rendje, mint hogyha az uniós források helyett azt látnánk, hogy a kormányunk ajándéka, tehát ez nem az, tehát ez egy
egy uniós program, amivel egyébként késésben van a kormány. Fontos lett volna, hogy időben elkezdjék. Nem szeretnénk, hogyha ilyen választási osztogatásnak tüntetnénk fel azokat a programokat, amiket már több éve kellett volna futatni. Egyébként egy hasznos és fontos program. Nem véletlenül szántak rá uniós polgárok adópénzéből erre jelentős összegeket. De természetesen kitartunk amellett, hogyha Magyarországon normális bérek lennének, akkor nem lenne ilyen nagy a szegénység problémája Magyarországon. Tehát továbbra is az a célunk, hogy ebben az országban normális bérekért dolgozzanak a magyarok. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.